Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jön egy kis Warframe Fortuna gyors tipp. Tudjátok, ott van Eudico, ahol a bontikat lehet fölvenni. Na most ott egy kicsit hátrafelé menve, hogy láthatjátok a videón is, van egy kis hátsó helység. A hátsó helységben hozzá lehet jutni full operátor armorokhoz tök ingyén, nem kell platot kiülteni. Kicsit úgy, mint a Quill Onkónál, a Cetuson itt is csak operátorral tudsz, hogy is mondjam, hozzáférni a dolgokhoz, tehát gyere ki a Tenóval a Warframe-edből, és csak úgy tudod megnézni ezeket a bizonyos standingeket. Nos, de ahhoz, hogy ezeket az operátor armorokat itt most megszerez, toroidokat kell farmolni. Na, a toroidok bizony szuper ritka nyersanyagok, remélhetőleg, hogyha bejön majd, hogy lehet ölni a nagy pókot, akkor toroidokat is fog dobni, de egyelőre csak ilyen fókuszált farmolással lehet helységeket megjárva, vagy barlangokat megjárva lehet farmolni. Három helységben dobja jelenleg a Fortunán ezt a három fajta toroidot. Mind a háromra szükséged lesz, ha garudát meg akarod építeni, és hát mind a háromra szükséged lesz, mert ezeket tudod beváltani XP-kre, és ugye az XP-knél majd ki tudod váltani az operátor rucikat. Szóval van a Sola, a Kalda és a Vega nevezetű toroid, a Sola a Temple of Profitban van, a Kalda az Enrichment Labsben van, és a Vega a Spaceportban van. Na most akkor még egyszer, Sola Temple of Profit, Kalda Enrichment Labs és Vega Spaceportban van. Abból a szempontból mindegy, hogy melyiket viszitek és váltjátok be, hogyha arról van szó, hogy operátor armorokat farmoljatok, de hogyha majd Garudára rámentek, akkor mindegyikből fog kelleni 2-2-2. Srácok, én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon javaslom nektek, hogy vegyetek boostereket, legalább 3 naposat vegyetek, és adjatok neki drop chance boostert, mindenképp vegyetek, hogy esetleg egy kicsit nagyobb eséllyel dobálja ezt a valamit. Tehát nekem van, annyira ritka, nekem van 4 darab a Galudából, hát most erre mit mondjak, boosterekkel szereztem azt is, úgyhogy ja, érdemes megvenni a boostereket, hogyha nagyon rá akartok erre farmolni, de hogyha már van pénzed boosterre, hogy akkor már meg is veheted platér az operátor ruhákat, vagy éppen garudát is, de annak, aki hát nem plat gazdag, az annak mindenképp ez egy jó dolog, abból a szempontból, hogy megszerezheti ingyen az operátor armorokat, bár nem kevés farmolást kell érte végre hajtani, srácok. Ennyi. Ja, igen, javasolt csapatösszeállítás. Mindenképp vigyetek, legalábbis ha csapatban mentek, vigyetek egy Necros Nidust, hogy összegyűjtsétek az enemiket, és akkor a Necros hatékonyabban tudjon farmolni. A javaslott felvinni level 4-es biztonsági, vagy hogy mondja, riasztásig minden helységet, tehát is skálázódnak az ellenségek ott, és van ilyen minden fokozat riasztás, és ez időnként mindig megnövekszik, és 4-es lesz előbb-utóbb, akkor spawnolnak az erősebb enemik, akik nagyobb eséllyel dobják ezeket a cuccokat, úgyhogy erre gondoljatok mindenképpen, és hát ja, ha szólóban mész, akkor érdemes egy tank necrost vinni mindenképp. Én azzal mentem egyszer szólóba, akkor kaptam azt a 4 darabot, és nem lehetetlen megcsinálni, csak egy tank necrost fog kelleni, mert az enemiknek olyan sebzése lesz, és olyan fajta enemik mászkálnak ott mindegyik helyen, ami eléggé macerává tudja tenni a farmolást. A következő dolog az pedig az lenne, hogy ne kint farmoljatok az udvar részlegen, hanem menjetek mindig be az épületekbe, egyrészt ott jobb a tömegkontroll, ha arról van szó, és hogyha jönnek a pókok, nem kell azzal is dealingelni, szóval jobban jártok, hogyha mindegyik helységnél bementek az épületbe, és ott farmoljátok ki a dolgokat. Ennyi lett volna egy rövid update. Ahogy jönnek be a dolgok, úgy update-elek én is videókkal, ahogy futja rá az idő, srácok. Ennyi lett volna most, remélem, hogy tudtam valami hasznossal szolgálni. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!